Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőjét június 4-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy színházi előadással jelesül az Ifigénia Aulisban című dráma bemutatójáról, majd egy rendhagyó Hanvas Béla emlékét megörökítő előadásról készült tudósítással jelentkezünk. Ezt követően a Vörös Márti Színházban a holokauszt 80. évfordulójára készült Kövek című balett előadásra és a Gondolatok a könyvtárban kiállításra látogatunk el. Tartsanak velünk! A Vörös Márti Színház Bagó Bertalan rendezésében mutatta be Euripidész Ifigénia Aulisban című drámáját, a címszerepben Ladányi Júliát köszönhetjük. A büszke vezér keresztül vágtam az Artemis áldozó ligetén. A dráma alaphelyzete, hogy a Trója ellen készülő görög hajóhad Aulis kikötőjéből szélcsend következtében nem tud elindulni. Kákassziós kijelenti, hogy a szélcsend mindaddig nem ér véget, míg a görögség fővezére Agamennon saját leánya feláldozásával ki nem engeszteli Artemis istennőt. A Bagó Bertalan által rendezett előadás intenzíven koncentrál arra a háromszög konfliktusra, amely a király Agamennon, a királyné Klütaimnestra és lányok Ifigénia között épül fel. Van egy szimbolikus rendszer, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon fontos, hogy most kik akarják ezt. Most rákenik az istenekre, de hát annyi mindent rákentünk az istenekre, holott az emberek találták ki az egészet. Tehát mindig mondják, az istenek akarata, és ez nagyon könnyű, nagyon egyszerű. Holott ezek az emberek akarata, és az emberek követik el a bűnöket, amit hárítanak magukról, mondjuk az istenekre. Szűnt három szüzet. Főbét, Klütaj nézte rád, ki most a hitvesen, és Heleni. Kiért kérőkül jöttek el, Hellász, legelsőkül magasztal hívjai. Agamennon végül hosszú habozás után beleegyezik a szörnyű áldozatba, s azon ürügy alatt, hogy Achilleusszal való mennyegzőjét fogják Aulisban megtartani, elhozatja hazúról Ifigéniát a táborba. Az előadás egy tragédia a görög dráma dramaturgiájával és verselésével. A gesztusok és jelek egyszerűek, a megfogalmazás puritán, a szereplők történései érthetőek és átélhetőek. Nagyon féltem, hogy mint szülő hogyan lehet ehhez közel kerülni, és egyáltalán hogyan lehet ábrázolni, de szerencsénkre azért kiderült időben, hogy itt sokkal többről van szó. Itt a hatalom megtartásáról, megszerzéséről, valamilyen fajta nehezen megmagyarázható vágyról, hogy az ember bekerüljön a történelem könyvekbe. Ilyesmiről is szól, amellett, ami sajnos egy családi tragédia, ami gyakorlatilag szinte eljátszhatatlan, de az összes dolognak így együtt talán létre tudtunk hozni valami olyan lenyomatát, ami dekódolható és élvezhető. Ne ülj időben ütle! Édes látni a fényt! Tekintetem, ne kényszerítsd a föld alá! Az első voltam én ki, apának neveztelek, s te gyermekednek. A királylány nem válik az haragos istennő bosszújának tárgyává, mert a vadászat istennője elragadja a halál elől, Taurisba viszi, ahol a papnője lesz. Csodálatos kollégákkal dolgozunk együtt, és valahogy ilyenkor, amikor ilyen súlyos nagy érzelmekről van szó, akkor valahogy adja magát a dolog. Tehát így jön magától, egy próba adott pontján eljutsz addig, hogy már nem számít semmi. Hogyha arra gondolsz, hogy milyen lehet egy ilyen helyzetben találni magad, vagy hogy milyen az, hogyha egy ilyen helyzetben találod magad, akkor onnantól már úgy kibukik. Nem szűz az élő ez, de hogyha így ítélsz, eljön. Szabad szemmel néz rád, és szemérmesen. Vagy hogyha nem jön el, és te mégis megsegítesz, maradjon otthon, tiszteljék a tiszta lányt, de szemérmünknek is csak szükség szab határt. Klütaimnestra története elképesztő erővel láttatja az ókori görögök a hatalom és a proféciák világát. Egy felejthetetlen királyné portréja az emberiség, az anyaság, a testvériség, a gyász, a veszteség és a bosszú kiemelkedő jellemrajza. Klütaimnestrát inkább úgy ismerik, mint egy kemény nő, aki aztán megöli a férjét, és akkor most megismerhettem én is az előtörténetét, hogy tulajdonképpen mik is azok az indítékok, amitől eljut odáig, hogy aztán már gyilkos legyen belőle.
Hát az a része, hogy a lányát védi, az a legerősebb számomra, vagy azzal tudok a leginkább menni, mert nyilván nekem is van anyukám, meg van nagyon erős családi kötelékem, és akkor ebbe kapaszkodva próbálok meg együtt menni a szereppel. Ezzel pedig együtt jár az, hogy akkor bármi áron, és akkor igen, vesz egy nagy levegőt, és már nagyon sokat tűrt, és a sarkára áll, és megmondja a férjének, megmondja az egész világnak, hogy a véleményét, hogy ő megvédje a lányát. Minket leányom boldoggá tett asszony. Valóban istenek között kapott hely. És otthonunkba térj, mert vízre szállni kész a hal. Boldogan élj. Soká lesz, hogy köszöntsen. A darab üzenete a 21. században is fontos. Az áldozatkészség nem lehet határtalan. Rendhagyó színházi esttel köszöntötték a Kortárs Művészeti Fesztiválra látogatókat a tóparton. Ás Dominika, Dobri Dániel és Nagy Péter Hanvas Béla mélyen szántó írásainak tolmácsolásával, fuvolával és kortárs zenével várta a közönségét. Hanvas Béla Átlépésben című hangszerekre és emberi gondolatokra komponált igazságkeresését hozta el a 23. Kortárs Művészeti Fesztiválra szombaton a Csónakázó tó partjára Ács Dominika, Dobri Dániel és Nagy Péter. Dobri Dániel Artisius díjas zeneszerző, az Alberégia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője, évek óta aktív résztvevője a magyarországi és európai kortárs zenei és színházi életnek, és ezúttal is egy ízig-vérig mai darab megvalósításában játszott kulcs szerepet. Ez egy ősbemutató lesz, egy koncert színházi előadás. Hanvas Béla szövegekből készítettünk egy színpadi előadást, ami félig koncert, félig színház, tényleg. Ez a Hanvasnak egy álinterjújából, egy önmagával készített álinterjújából készült, ahol mi majd tényleg Hanvas szavain keresztül, Nagy Péter tolmácsolásában, Fuvola szavain keresztül, Ás Dominika tolmácsolásában és a modern kortárs elektronikán keresztül az én tolmácsolásomban fogunk egymással beszélgetni. Ás Dominika Fuvola művész is azon alkotó muzsikusok közé tartozik, akik kompozícióikkal új utakat keresnek, és így tökéletesen illeszkedett a rendhagyó mű megszólaltatásába. Alapvetően kortárs zenét hoztunk ide, Dobri Dánielnek a műveit elkezdtük egy kicsit átírni fuvolára, illetve olyan szemelvényeket kiválasztani zenekari darabjaiból, amikben már eleve a fuvolára írta, illetve el fog hangozni például Debussynek a Syrinx című műve, illetve Johann Sebastian Bachnak a műve is hallható, illetve sok-sok improvizáció. Úgy éreztem magam, mint Andersen királya, azt hittem, hogy pompás ruhában járok, pedig csupasz voltam. Amit elolvastam, gyengéd volt, és egy kicsit szomorú. Nem volt felszólítás, semmi kényszer. Muszáj volt engedelmeskedni. Nagy Péter színművészként idestova negyed százada képviseli a csupa nagybetűs felelősségteljes gondolatok továbbítását. Ezúttal is így történt, Hanvas Béla mélységeit tolmácsolva erősítette meg a közönségben az értékálló élet mindenek felettiségét. Dobri Danival 17 éves kora óta több ilyen kísérleten vagyunk túl, ez ebben a felállásban eddig még nem valósult meg. Itt ő egy kicsit inkább úgy szoktuk mondani, rezidens DJ-ként van jelen, tehát mint zeneszerző és az egészet egy ilyen zenei struktúrába helyező alak, illetve hát akivel most kiegészítünk újonnan, Ás Dominika, aki fuvolán lesz így ebben a mondjuk dialógusban egy partner. Hát
ez tulajdonképpen olyan szempontból van ennek egy ilyen műfaji meghatározása, ez egy stage music, ez a, úgy hívjuk, hogy koncertszínház, amikor egy kicsit inkább így az embernek így a belső képzelete az, ami domináns, tehát ott a szöveg, zene és azoknak így a kapcsolata, illetve hát így az egész akusztikus környezet, amiben ezt így elhelyeztük. A májusi napsütéses délutánon a közönség értő és figyelő tekintete volt a bizonyítéka annak, hogy a felgyorsult világban is megmerítkezhetünk egy-egy másként megfogalmazott, cseppet sem köznapi történet igazságaiban. Kövek címmel mutatták be a Székesfehérvári Balettszínház a holokauszt 80. évfordulója alkalmába készült darabját, az előadás a 600 ezer magyar áldozat emléke előtt rója le kegyeletét. A Székesfehérvári Balettszínház Egerházi Attila rendezésében a Vörösmarty Színházban mutatta be legújabb darabját. Az előadás előtt Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke és Cserpakovics András polgármester az 1944-ben haláltáborokba hurcolt, mint egy 600 ezer zsidó honfitársunk előtt tisztelgett. A Kövek című táncszínházi mű a holokauszt áldozatainak állít emléket, a produkció alapvető célja a költészet erejével, valamint a színházművészet eszközeivel létrehozott produkció révén emlékezni és emlékeztetni. Igen, emlékezzünk és emlékeztessünk is, és ebbe a kultúra és a kultúra lehetőségei eszköztára azt nagyon szép és méltó segítséget tud nekünk adni. Ugye ebben az esztendőben egy emlékezett sorozattal emlékezünk egy 80 évvel ezelőtti olyan tragédia sorozatra, ami után nyugodtan mondhatjuk, hogy Székesfehérvár talán egyik legtragikusabb esztendeje volt 1944. Ha a végével kezdjük, 1944. decemberétől egészen 1945. márciusáig ostrom alatt volt a város, rengeteg áldozatot hozott, és rengeteg áldozatot hoztak a fehérváriak. De valójában ez már korábban megkezdődött, hiszen évekkel azt megelőzően már fehérvári polgártársakat kezdtek el diszkriminálni, megkülönböztetni, sárga csillag hordására és ennek minden következményére kötelezni, hogy aztán 1944. júniusában először gettóházakba, aztán magába a gettóba, a téglagyárhoz tereljék őket, hogy onnan aztán június 16-án elinduljon közel 3000 polgártársunk. 1850 polgártársunk székesfehérvári lakcímmel rendelkezett, és akikből összesen 131 fő tért haza. Ez egy olyan tragédia, amit a számok is megmutatják, és ez nem csak a zsidó közösség tragédiája volt, hanem rengeteget vesztett ezen keresztül a város közösségének egésze. És ezért fontos, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, és ezért fontos az, hogy a Mazsihisszel és a Balettszínházzal közösen ez a balett itt létrejött. Én büszke vagyok arra, hogy ez ősbemutatóként itt Székesfehérváron kerül bemutatásra, de bízom abban, hogy nagyon-nagyon sok városban fogják bemutatni, még csak nem csak itthon, hanem akár országhatáron túl is, hiszen a zene és a tánc eszköze erre alkalmas, és abban is bízom, hogy miközben mi ma megnézzük, ennek a bemutatónak a keretében nagyon sok diák fogja megnézni a következő hónapokban, és ehhez kapcsolódóan egy történelemtanár, egy osztályfőnök áll velük beszélgetni fog, és ennek a beszélgetésnek lesz az eredménye az, hogy emlékeztessünk is, és ezáltal vonjunk le tanulságokat, becsüljük meg, hogy ma Magyarországon béke van, de emellett azt is becsüljük meg, hogy a közösségünkben sokféle kultúra, vallási közösség megjelenik, és nekünk az a dolgunk, hogy mindenki otthon érezze magát Székesfehérváron. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke gondolatsorában hangsúlyozta, 80 éve történt a magyarországi zsidóság deportálása, a magyar holokauszt, és mindannyiunk közös felelőssége, hogy a nemzet egyedülálló tragédiáját ne hagyjuk feledésbe merülni. Emlékezni és emlékeztetni, azt hiszem, hogy az elmúlt 8 évtizedben a felszabadulás követően ez mindig aktuális volt. De most különösen aktuális, amikor a világ körülöttünk forrong. Hál' Istennek az országunk a zsidóság szempontjából és egyáltalán a magyarság szempontjából a békeszigete a többi országhoz, tanulfejlettebbek, távolabb lévő országokhoz képest.
emlékezni kell arra a 6 millió emberre, akit elpusztítottak zsidó mi voltjuk miatt a II. Világháború során, közöttük azt a 600 ezer magyar zsidót, aki, és főleg vidéki zsidót, vidéki zsidóságnak 90%-a elpusztult Auschwitzban és a különböző koncentrációs táborokban, munkatáborokban, és emlékeztetni az embereket, és elsősorban nem az idősebb korosztályt, hanem a fiatalabb korosztályt, akinek nincsen tapasztalata a háborúról, nincsen tapasztalata ebben az országban a megkülönböztetéstől, a diszkriminációról, se vallási, se egyéb értelemben. Emlékeztetni kell, hogy az, ami a világban most történik, az a terror, ami folyik Izrael állam ellen és a zsidóság ellen, az nagyon veszélyes. Egyrészt veszélyes nem csak Izrael állam és a zsidóság számára, a világ zsidósága számára, hanem veszélyes a civilizáció számára, minden olyan ember számára és minden olyan társadalom számára, amely a konszolidált humanizációt követi, és azon van, hogy békében és nyugalomban éljünk, és ne legyen ember között különbség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kívánok! Egerházi Attila a Balettszínház igazgatója, aki ezúttal koreográfusként és rendezőként állította színpadra a darabot, kiemelte, hogy a szándék nem egyfajta történelmi Leporello létrehozása volt, vagy akár a szó klasszikus értelemben vett történet vagy történetmesélés, hanem egy drámai erejű táncszínházi mű megalkotása. Kötelességünk emlékezni és emlékeztetni, és mi ezt tesszük a művészet erejével, költői módon, személyes sorsokon keresztül. Hát általában furcsa dolog ez, mert általában egy bemutató az egy ünnep, mindig egy ünnep nekünk. Ez most a szó klasszikus értelmével nem ünnep, hanem egy emlékezés. Egy fejhajtás az áldozatok előtt, egy főhajtás az áldozatok előtt. Egy nagyon erőteljes táncdrámáról van szó, mert célunk az, hogy a történelem könyvlapjairól lehozzuk, és a lelkünkkel letapogatható történeten keresztül átérezzük, és érezhetővé tegyük a holokauszt borzalmának azt az érzését, amin átmehettek, hát ezt felfogni se lehet igazából, és szavakkal kifejezni se lehet. Én beszéltem holokauszt túlélőkkel, túlélővel egyen, és beszéltem olyan emberekkel, akiknek a családjába voltak áldozatok. És mindegyikük azt mesélte, hogy hosszú ideig erről nem tudtak beszélni a családban. Egyszerűen nem tudták szavakba önteni. Ez egy olyan trauma, amikor az ember elnémul. Na most erre való táncművészet, a legősibb nyelv, hogy azokat a dolgokat és érzéseket manifestálja és kifejezze, ami egyben gyógyulás és tisztulás is. Ugye a pszichológusnál is az ember azzal, hogy elmondja, kimondja magából, ki tudja mondani, az már a gyógyulás felé vezető út. És ez egy kollektív gyógyulást is jelenthet, hogyha eljönnek a színházba és megnézik ezeket a darabokat. És nagyon fontosnak tartom különösképpen ma, hogy érzékenyítsük az embereket, és átérezhetővé tegyük ezt a drámát. Az irodalmi betétek szerzője L. Simon László megerősítette, azzal a szándékkal és abban a hitben készítették a darabot, hogy általa a mai élő generáció átérezhető módon foghassa fel, mi történt 8 évtizeddel ezelőtt. Rendkívül nehéz a tánc nyelvén keresztül visszaidézni a vészkorszaknak a szörnyűségeit. Egy olyan komplex darabot fognak látni a székesfehérváriak a Münkös vasárnapi premiéren, amelyen a zene, az erre alkalomra született zenemű, az Egerházi Attila által koreografált táncelőadás és a beleilleszkedő, kifejezetten a koreográfia forgatókönyvéhez illesztett és a zenei betétekhez bevágott szövegek fognak adni egy egységet.
bízom benne, hogy ez így együtt képes lesz megmutatni azt, ami történt a magyar zsidósággal. Persze mindezt egy egyszerű hétköznapi történet keretei közé építve, hogy egy fiatal pár egymással megismerkedik, egy szórakozó helyen Budapesten, és aztán utána mind a kettőket elviszik. Az egyszerű kerettörténet az az, hogy milyen módon tud létrejönni egy szerelem, és aztán utána hogyan torkolik mindez egyéni tragédiában, mely fölmutatja, sejteti a kollektív tragédiát is, a magyarországi zsidóság nagy részének a deportálását. A darabban a zene és a táncművészet kart karba öltve a lélek olyan mély rétegeibe hatolt, ahová a szavak már nem érnek el. A testbeszéd művészi formájával a táncművészet nyelvén beszélt a szavakkal el és kimondhatatlan tragédiáról. A produkció Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzata, a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT és a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány támogatásával valósulhatott meg. Rendhagyó kiállítás nyílt az Aranybulla könyvtárban. Homolya Gábor képzőművész ezúttal groteszk módon, de hiteles gondolatokkal átszőtt alkotásokkal jelentkezett. Folytatódott az Aranybulla könyvtár kulturális programsorozata. Faragó Péter gitárjátékával köszöntötte a vendégeket, majd Pék Eszter Anna grafikus művésztanár moderálásával. Homolya Gábor, a grafikus képzőművész mutatkozott be, Gondolatok a könyvtárban című kiállításával. Homolya Gábor egy egészen különleges alkotó, és amiket elhozott ide a könyvtárba, az a versekhez készült illusztrációk, vagy inkább költőkhöz készült illusztrációk, elképesztően sok humorral fűszerezve, és rengeteg apró kis utalással ellátva. Az a fajta alkotói attitűd, amit ő képvisel, egészen egyedi. Igen, hát ő egy kicsit a Dada stílusához nyúlik vissza korunkban, ami egy picit tagadja is, de alá is támasztja a művészetet, és ő kollázsokban és asszamblázsokban gondolkodva hozza létre ezeket az elgondolkodtató műveit. Tehát úgy gondolom, hogy a magyar palettán, ha nem is egyedülálló, de elég ritka az ő művészete. És nyilván ezért van erre igazából igény, hiszen azért mindenütt rácsodálkoznak. Igen, rácsodálkoznak, és azt gondolom, hogy talán most már kezdik értékelni is jobban Gábornak a művészetét, hogy az utóbbi 10 évben figyelem azt, ahogy ő halad előre, és egyre több díjat nyer, egyre több kiállításon van jelen, egyre többen veszik észre magasabb szinteken is azt, ahogy ő alkot. Homolya Gábor sokszínű művészi pályáján, amelyben a kiváló, díjnyertes animációs filmek mellett a festészet, az alkalmazott grafika, a kollázsok és a montázsok is nagy jelentőséggel bírnak, ezúttal is a rendhagyó művekkel jelentkezett. Igazából én ezek a művek, ilyen irodalmi témák, mitológia és egyéb ilyen hasonló, ilyen kultúr témák, amiket én nagyon kedvelek, de nem vagyok ennek a nagy tudósa. Hát én nem voltam egy ilyen szuper irodalmár, egyszerűen csak megragad, és amikor valami feladat van, a legtöbb mű, ami itt látható, majdhogy nem pályázatra készült. Tehát mindig volt valami téma, Petőfi, József Attila, stb. Néhány mű persze önállóan magát csak úgy megfogant, de mindig ami feladatot oldok. Meg én igazából a főiskolán, a festőszakról átmentem reklámgrafikára, és megtanultam megoldani. Tehát egy feladat megoldás. Tehát mindig volt valami, ez az alkalmazott grafikának az alaphelyzete, ugye, hogy kap egy feladat, az ember is megold. És épp ezért nagyon szeretem, ha van egy kötelező téma, és most elég sok évforduló volt, ugye Adi, Pilinszky, Arany János, tehát egy csomó ilyen hasonló. És ezekre születtek ezek a művek, de az, hogy én most hogy melyik kiállít, vagy melyik ilyen költőhöz, hogy fordulok, ez teljesen változó. Tehát nem úgy fordulok, hogy most én tudom pontosan, hogy mit akarok az elején, hogy valami kapvizsgál, és akkor elkezdem csinálni a művet, hogy magától egy kicsit így kiteljesedik,
generálja magát igazán, és ad újabb ötleteket, ahogy foglalkozok egy-egy témával. Mindig utána nézek. Tehát ami hiányosságom volt az általános iskolából, meg a régi tanítási időszakokból, az most ilyenkor, hát valami rálátásom úgy van az egészre, és akkor mindig belemerülök egy-egy témába. Az idő miként jelent kapcsolódási pontot? Az óra állása, illetve hát az idő. Az idő, az, hát most, hogy már így nyugdíjas vagyok, tehát elég, most már fontos nekem. Tehát én tudom, hogy most már kevesebb időm van, tehát nem olyan, mint amikor fiatalon elkezdtem alkotni, akkor még nem foglalkoztatott az idő. Most már azért foglalkoztat, hogy vajon meg tudom-e csinálni az ötleteimet, mennyit tudok abból megvalósítani, amit elkezdtem, vagy amit kitaláltam. Rengeteg vázlatom van, rengeteg ötletem van. Tehát nem csak végül is ezek most itt, tényleg, amit mondom, hogy pályázatokra. Tehát szeretem ezt, de igazából magamtól is vannak saját ötleteim, csak mondjuk az nem feltétlen irodalmi. De tehát mindenféle más általános és egyéb ilyen hasonló témák. És hát így az idő ezért fontos nekem, hogy órákat belehelyezek a műveimbe. Igazából ez úgy jött először, hogy én láttam ilyen régi festményeket, és akkor mit ilyen tájképek, és akkor ilyen torony, meg ilyen, és akkor ott van egy toronyóra. És akkor egy működő óra volt, hát persze nyilván régi ilyen felhúzós órák, de ezeket így nagyon irigyeltem, hogy milyen jó pofa dolog ez. És akkor ez egy kicsit adott egy ilyen ötletet, hogy én egy ilyen mai, hát persze ezek digitális órák, ezeket belehelyezzem. A tárlatra látogatók megtapasztalhatták, hogy a művész már csak személyiségéből fakadóan is gyakran él a humor, az irónia, szatíra és a groteszk alkalmazásával, de ezek tulajdonképpen csak segítő eszközök ahhoz, hogy az alkotásait szemlélő nézőket még inkább magukkal ragadja a művek mély gondolati rétegzettsége. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!